Első ízben hívta vetélkedőre a faluban élő szerelmes párokat a dalmandi településvezetés. A sok-sok nevetéssel és jókedvvel fűszerezett délutánon összesen 10 pár mérte összetudását. Az ötlet onnan jött, hogy most már Magyarországon is nagyon elterjedt az, hogy Valentin napra a férjek és feleségek, ifjú párok egymásnak ajándékokat, egymást megajándékozzák. Azt gondoltuk, hogy ahogy a Halloween party sem magyar ünnep, de Magyarországon is elterjedt, mi is tartunk egy ilyet. Amiatt kötöttük, mi nem Valentin napot tartunk, hanem nyerőpáros vetélkedőt, de Valentin naphoz kötöttük, hiszen ez egy olyan ünnep, hogy aki szereti egymást, azt szereti egymást, és nagyon sok vetélkedőt állítottunk össze az ifjú pároknak. Hála Isten 10 párunk jelentkezett, akik részt vesznek a mai vetélkedőn. 7 programmal készültünk nekik. Reméljük, hogy nagyon fog tetszeni. Vicces, nem vicces, nagyon vicces, és reméljük, hogy jól fog sikerülni, mindenki jól érzi magát. Amiatt hívtuk a lakosságnak a többi tagját is, hogy a lakosok is részt vegyenek ebben, hogy érezzék azt, hogy igen, törődünk a fiatalokkal, törődünk azzal, hogy nekik is szerezzünk egy kellemes délutánt. A vetélkedőre kortól függetlenül várták a dalmandon élő házas és nem házas párokat. 10 pár fogja megmérettetni magát egymással. A legnyerőbb páros egy vacsorát kap, egy vacsorai meghívást 2 fő részére, amelyik étteremben szeretnék eltölteni ezt a vacsorát és ezt az estét kettesben. A tét a nyerőpáros cím elnyerése volt. Ennek érdekében a résztvevők minden tudásukat és ügyességüket bevetették. Most első alkalommal rendeztük meg ezt a Valentin napi rendezvényt. Körülbelül már egy hónapja készülünk rá. A díszítést összeraktuk, a játékokat összeraktuk. Nagyon érdekes volt, mert volt karaoke, ami szerintem nagyon-nagyon jól érezték magukat. Volt cukorkaválogatás, volt újságpapíron táncolás, nagyon-nagyon sokat ötleteltünk, és én úgy érzem, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érzi magát. Nekünk zsűrinek az a feladatunk, hogy osztályozzuk, pontozzuk a játékosokat, és nagyon remélem, hogy mindenki jól érezte magát ma délután. A vetélkedőn az is kiderült, ki mennyire ismeri a párját, tényleg tud-e mindent a társáról. A győztes páros egy romantikus 2 főre szóló vacsorán beszélheti meg egymással a versenyen szerzett legfrissebb élményeiket. A dalmandi vetélkedőn megmutathatták a párok, mennyit tudnak egymásról. Döbrökközön erre nem volt szükség, ahol a hivatal egy új kezdeményezést indított el, amelyet minden év február 14-én szerveznek majd. Egy szív alakú lakatfa hívogatja a szerelmes párokat, hogy itt egy lakat lezárásával mutassák ki egymás iránt érzett szerelmüket. Az első lakatot az idén 25. házassági évfordulójukat ünneplő Vörös Pál és felesége helyezhette el. Ez az első, ugye? Ilyen nagy ünnep ebbe a faluba, nem volt még hasonló. Hát bízunk benne, hogy sok lakatot tudunk még felrakni erre a kis emlékhelyre, úgyhogy örülünk nagyon az Edith ötletének és a többieknek, akik szervezték ezt az egészet. A lakatfa helyszínéül pedig a házasságkötések egyik kedvenc terét választotta az önkormányzat, ahol ezután a ceremónia végén is alkalma lesz az újdonsült házaspárnak élni ezzel a lehetőséggel. Pandémiás helyzet után nehéz volt újraindítanunk a közösségi életet, és egy ilyen beszélgetés kapcsán az IKST vezetőjének, Anikónak jött egy olyan ötlete, hogy a sok városi kezdeményezés után Döbrökközön is állítsunk fel egy szerelemfalat, szerelemfát. Ezt az ötletet én elfogadtam, és az önkormányzatunk karbantartója elkészített egy szerelemfát, mert úgymond inkább fa, mint egy fal. Egy szívet ábrázoló kis fát készített nekünk. Az egyik vállalkozó a faluban az ötletet meghallotta, és ő rögtön elvállalta, hogy lehorgonyoztatta nekünk ezt ingyen, úgyhogy ezúton is köszönjük a munkáját és felajánlását. És a mai napra, igazából a Valentin napra összekötve elhatároztuk azt, hogy ezután minden évben meghívjuk a falunkban juviláló házaspárokat. A 25 évtől indultunk, mert az már ugye egy nagyon szép mérföldkő egy házasság életében. Bízunk benne, hogy ez a fa tetszeni fog a falu fiataljainak, időseinek, és eljönnek, és fölrakják minél többen a
szerelmüknek, a hűségüknek a zálogát erre a fára. Örültek a házaspárok ennek a felkérésnek, elég sokan el is fogadták így a felkérést elsőre. Nálunk ez már ugye nem újdonság, mert az évvégén megjelenő helyi újságunkban minden évben köszönteni szoktuk a jubiláló házaspárokat. Ez is egy szép gesztus volt, és gálva látták a faluban, hogy kik azok, akik már hosszabb éve együtt élnek, és ebből kapcsolódóan előszedtük az idén is az anyakönyveket, és előszedtük a régi szép írásokat, és felkutattuk, hogy kik az idén jubiláló házaspárok. A 25, 30, 40, 50 és 60. házassági évfordulót ünneplő házaspárokat szólította meg az önkormányzat kezdeményezése ezúttal. A Kovács házaspár, akik egy baleset miatt csak később helyezik fel a hivatal ajándékát a lakatfalra, már 60 éve van együtt jobban rosszban. Ilyen még nem volt többre közön, most alakult ugye ez a szív lakat főrakás, és ez nagyon jó kezdeményezés, gondolom majd ezután még több lesz rajt. Kellett ehhez sok kitartás, családon belül is, tolerancia, hát volt építkezés, egy lány neveltünk föl, két unoka van, meg már van egy dédunoka is. Természetesen nem csak a házaspárok helyezhetik el a szerelmüket jelképező lakatot Döbrökközön, az egyelőre még újdonságnak számító lakatfán.